üdvözletünk! Hát, kicsit zavarban vagyok, elvégre a 2013 leggyengébb címeit értékelő kategóriának kellene bevezetőt rittyentelem, de nem egyszerű megmagyarázni, hogy egyes címek miért nem annyira szarok, mint a trófeánkért harcolók, pedig sok esetben vallatni lehetne némelyikkel. Igyekeztünk a nagyobb, mainstreamebb neveket jelölni, elvégre azok érdemlik meg igazán a fikát, így viszont az olyan szösszenetek már a pöcén kívül rekedtek, mint a pihent, repülősárkányos Kitefight, a bujuta madaras Dartufly, vagy Spongyabobék oltári gyenge csoportos vizeskedése. 2013-ban félelmeink is beigazolódtak az X-Rebirth és az NBA Live 14 frontján, ugyanis előbbi a maratoni már-már Duke Nukem Forever-i fejlesztési idejének köszönhetően bukott, míg utóbbi a néhány éves kiadás miatt nem tudott sikeresen visszatérni. A bunyós csajok inkább izabirkózhattak volna, míg Snoop Dogg is jobban tette volna, ha megmarad a mikrofonjánál, na meg a felnőtt filmes piacnál, de ha már a filmeket említettem, akkor jegyezzük meg, hogy a Pacific Rim és az RIPD The Game is jobban tette volna, ha nem másznak le a mozivásznakról. Sajnos csalódnunk kellett a Lost Planet 3-ban és a Deadpool Adventures-ben is, de azért közel sem voltak székletszinten, és úgy fest, a nagy szargép a City Interactive házatáján is komoly problémák lehetnek, elvégre két címük sem volt képes bekerülni a Fostalicska trófáért folyó harcba. Lássuk hát, melyik akik közül hirdetünk a 2013-as felhozatalból szarbajnokot. Az új Star Trek filmek kapcsán egy videójátékot is összehoztak, ami a mozifilm előzményeit mesélt el, és a végeredmény kutya rossz lett. Egy egyszerű, primitív akciójátékot kaptunk a Star Trek univerzumában, lineáris játékmenettel, gyenge megvalósítással. Szégyen a javából, a béna animációkat, a technikai és tervezési hibákat nem tudták elrejteni, még maga J.J. Abrams is letagadta, hogy közel lett volna hozzá. Egyszerűen felfoghatatlan, hogy a Digital Extremes miként tudott ennyire otvar dolgot összehozni. Na hát, kérem szépen, a Right to Hell Retribution maga a szarpiramis. A néhány évnyi pihentetés után újra előszedett alkotás már 5 évvel ezelőtt is kiérdemelt volna egy fostalicska díjat. Elmaradottsága példaértékű, játékmenete pedig a napon száradó kuladarab érdekességével vetekszik, a megvalósítására pedig egyszerűen nem lehet szavakat találni. A szinkronok, a hangok, a karakterek, a környezet, de akármelyik elemét is említhetném, mind totálisan vércikire sikerültek. A szippantós kocsi hadosztály tuti, hogy az Eutechnics házat táján legalább kétszer fordult 2013-ban. Van egy olyan jelöltünk is, akinek még a szarjelző is dicséret lenne. A 2013-as Ashes Cricket mögött nem akármilyen munka húzódhat meg, gyanítom a fejlesztők más játékok nyüstölésével ütötték el az időt, vagy seglepacsisztak, elvégre a végeredmény még Randy Marsh 100 kurikos világ legnagyobb méretű szarjának rekordját is felülmúlta. Szerencsére a kiadónak volt annyi lélekjelenléte, hogy a megjelenés után nem sokkal belátta, hogy nincs helye a boltok polcain egy ekkora ganéinak, így visszahívta az Ashes Cricket 2013-at. Az előző évben az Activision is kivette a részét a kaka kategóriából, de úgy fest, 2013-ra is maradt muníciója, és beízították a katapultot, vagyis pontosabban a kakipultot, és megszórtak minket vele. A játékosokat és a zombi rajongókat pedig csúnyán telibe is találta a The Walking Dead Survivor Instinct trágya, az élőholtak ugyanis nem csak undorítóakra, de ocsmányakra is sikerültek. Régen láttunk ennyire gázjátékot, és nem csak grafikai téren csípte a szemünket a fosgőz. Zsíralmas a monoton, unalmas, fantáziátlan, önismétlő játékmenettel kínoztak, totálisan lejáratva a The Walking Dead brandet. A Gearbox tud, ha akar, de van úgy, hogy nagyon mást akar, és a Duke Nukem Forever féle büntetés után ismét kaptunk egy pofont. Vérlázító, hogy az imádott alienünket használta fel a Szegától való pénznyúláshoz, a játékot pedig egy külsős amatőr csapatnak dobta oda gyakorlásra, a megjelenés előtt pedig kamu felpimpelt videókkal hűítette a népet. Az Aliens Colonial Marines egy tökös akciójáték is lehetett volna, ha nem kummantott volna bele valaki a gépezetbe, mert így csak egy lelketlen, savas, idegen kakkanatot kaptunk. Az Activision úgy néz ki, a béna filmekből szeret még bénább játékokat csinálni, így a Fast and Furious sem kerülhette el a sorsát. Az Activision képzőművész szakköre maga alá csinált, és Shodan néven elkezdtek bélsáv szobrászkodni. A végeredmény pedig magáért beszél, gigantikusan béna autós üldözések, lövöldözések és akciórészek díszítik a Shodant, nem gondoltam volna, hogy az Activision képes lesz a Cobra 11 játékok színvonala alá pozícionálni hasonszőrű játékát. Ez egy jó példa arra, hogy tehetségtelen kutyaütők miként tudnak valami igazán fost összehozni munka címén. Hát,
Hát nehéz volt a döntés, elvégre egyértelműen az Ashes Cricket 2013 volt a legrosszabb, ugyebár szó szerint játszhatatlan volt, azonban az utolsó utáni pillanatban visszavonulót fújva nem kaphatja meg díjunkat. A Star Trek The Game-et, a The Walking Dead Survivor Instinct-et és az Aliens Colonial Marines-t is csak a kedvelt univerzumok mentik meg attól, hogy letuszkoljuk őket a retyón egy WC kefével, így a Fast and Furious Showdown és a Star to Hell Retribution maradtak a befutóra, melyek közül mi utóbbi javára ítéltünk. A Showdown talán csak egy mocskosul büdös, kulabácsit megszégyenítő szarviar, míg a Right to Hell Retribution már atomciki is. Nevetséges akciórészek, ürülék dobálás szintű modoros bunyók, pocsék szinkronok, ízléstelen grafika, magyarán egy technikai katasztrófa, nem beszélve minden idők leggázabb ruhás szex jeleneteiről. Sírva rögős, lehányós, lefosós digitális hulladék, ami maximálisan kiérdemli 2013 Fostalicska díját. Így jelentsük is kinyíltan, a Game TV stábja szerint a legtrógerebb munka, a legnagyobb huli-buli fosi locsipocsi a Right to Air Retribution volt, kifejezetten melegen ajánljuk mindenkinek. Köszönjük szépen figyelmeteket, már csak egyszer találkozunk 2013 kapcsán. Sziasztok!